A hosszú, aszályos időszak után megérkezett a várva várt csapadék térségünkbe, helyenként akár 30-40 mm eső is eshet. Az ég egészen vasárnapig borult lesz, tehát pénteken, szombaton és vasárnap mindenképpen szükségünk lesz az esernyőkre és a gumicsizmákra is. A jövő hét elején kevesebb csapadékra kell számítanunk, azonban a hőmérséklet még így sem haladja meg a 10 fokot. Az eső azonban újra szaharai homokot hoz magával, amely könnyedén belepheti a gépjárműveket. A poros csapadék évente többször is előfordul térségünkben, hiszen Közép-Európát többször is eléri a közép-afrikai légáramlat, amely magával hozza a szaharai homokot. Ezek olyan esetekben fordulnak elő, amikor a Földközi-tenger térségében ciklonok keletkeznek, vagy ciklon keletkezik, de a déli oldalán, vagy a délkeleti oldalán meleg, szubtrópus eredetű levegő érkezik, és ez gyakorlatilag ugye az észak-afrikai partról származó homokot szállítsa magasba, amely ugye a földközi tengerre, amikor érkezik, akkor párás levegővel keveredik, és akkor a felhőkben jelentkeznek ezek a homokszemek, és amikor ugye jön a csapadéknek a leesése, akkor történik az ugye, hogy ilyen helyzet alakul ki. A szaharai homok a szervezetünknek sem tesz jót, hiszen ha a homok bejut a szervezetbe, lerakódhat a hörgőkön, illetve a nyálkahártyán. Emiatt a hörgőbetegeknél köhögés, vagy akár fulladási roham is kialakulhat, mondta dr. Kassa Bálint, nyugalmazott családorvos. Ezekkel a szemcsékkel akár valamilyen baktériumok, esetleg vírusok is jöhetnek, amelyek esetleg hozzá tudnak tapadni ezekhez a homokszemcsékhez, és ezáltal akár valamilyen gyulladásos betegséget is ki tudnak, tehát bakteriális vagy vírusos betegséget is ki tudnak váltani. Azok, akik túl érzékenyek ezekre a légzőszervi panaszokra, azok az illetők ilyenkor akár vegyék elő a maszkot és tegyék fel, mert azzal kiszűrik azokat a nagyobb szemcséket is, ezáltal tehermentesítik a légzőszerveiket. A napokban egyébként kettős fronthatás terheli szervezetünket. A meleg frontra érzékenyeknél jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítő képességük. A szív- és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás. A hideg frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódhatnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet.